Csak a szabályok betartásával lehet megakadályozni, hogy még több koronavírus fertőzött legyen, és még többen halljanak meg a fertőzésben. Naponta több ezer az új fertőzöttek száma, és egyre többen halnak meg a betegségben. A kórházakban fekvők jó része idős, krónikus beteg, akik közül sokan intenzív osztályra kerülnek. Fontos, hogy mindenki betartsa a járvány elleni védekezésért hozott intézkedéseket. De az idősekre és a krónikus betegségekben szenvedőkre különösen vonatkoznak az előírások. Ők a jelenlegi helyzetben inkább ne fogadjanak látogatókat. Óriási a fejlődés, már 4-5 oltóanyagot törzskönyveztek a világon. Ezért gyorsultak fel a kutatások, mert korábban már más betegségek ellen hatékony oltóanyagokat próbálnak felhasználni. A kormány úgy döntött, hogy többféle oltóanyagot szerez be, de csak azt alkalmazza majd, amelyik biztonságos, hatékony és semmilyen veszélyt nem jelent az emberekre.